Üdvözlöm nézőinket! Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai összeállításunkban két riportot tekinthetnek meg. Először a Holocaust Múzeumban látogatunk, ezt követően pedig a Demeter ház segélykérését tolmácsoljuk nézőink felé. A náci diktatúra áldozatai között voltak olyan fiatal emberek is, akik lelkiismeretükre hallgatva nem fogtak fegyvert és nem vettek részt a háborúban. A múlt héten 4 Jehova tanújára emlékeztek, tiszteletükre emléktáblát avattak a Páva utcai Holokauszt emlékközpontban. Mai nap azért jelentős, mert egy fordulatot jelent. Már korábban közeledtünk egymáshoz, hogy itt, ahol a zsidó mártiroknak az emlékét őrizzük, a más áldozatokra is emlékezzünk, ez alatt értem, hogy más egyházak, vagy éppen más csoportok, ugyanis mi próbáljuk toleranciára nevelni az ide érkezőket, elsősorban a fiatalokat, az ifjúságot. Hát ebbe beletartozik persze egymásnak a megismerése. És amikor erről beszélgettünk, akkor azt mondtuk, hogy a tanárképzési programba be fogjuk illeszteni az egyháznak a tevékenységét, mármint a magyarországi Jehova tanúi egyháznak a tevékenységét, és ugyanúgy gondoltunk arra is, hogy a vértanúkról megemlékezünk. Mi már tudtuk korábban, hogy Nyugat-Magyarországon vannak ilyen emlékhelyek, magam is jártam Körmenden, jártam Zalaegerszegen és máshogy, és akkor megfogalmazódott bennünk, hogy akkor egy emléktáblát is állítsunk. És tulajdonképpen ma jött el ez a nagy nap, és közösen arról beszéltünk, hogy ez egy fordulat ez a nap, mert ezután, ha lehet akár rendszeresen, akár alkalmilag, de lesznek megemlékezések itten, és amikor megy a tanárképző és továbbképző programunk, akkor is lesz helye az egyháznak. Engedjék meg, hogy következőkben én ezt a leplet ittben levegyem, és akkor meglátják a 4 fiatal emlékét őrző táblát, amit a közösség itt elhelyezett. Nekünk, a közösségnek ez azért különleges nap, mert nem sok emléktábla őrzi ezeknek a fiataloknak az emlékét. Ma itt a Holokauszt emlékközpontban 4 fiatalemberről szól egy megemlékező tábla. Jehova tanúi azt mondják róluk a holokauszttal, a II. Világháborúval kapcsolatosan, hogy ők a történelem elfelejtett áldozatai. Való igaz, Európában nem sok helyen emlékeznek meg, vagy tudnak megemlékezni ebből a közösségből mártíromságot szenvedett személyekről, és ennek talán az is oka, hogy mi magunk se kezdeményeztük ezt megelőzően, ezeket a megemlékezéseket. Úgy érezzük, hogy most elérkezett az ideje annak, hogy a hitbeli meggyőződés, a Biblia értékrendjéhez való alkalmazkodás és az isteni törvények megtartása, még ha emberi áldozatokkal jár is, akkor is olyan valami, amiről meg kell emlékezni. A 4 fiatal ember, akinek a nevét ez a tábla itt őrzi a Holokauszt emlékközpontban, Körmenden és Sárváron veszítették az életüket, mind a 4-üket kivégezték, egyiküket akasztással, hármójukat pedig golyó általi halállal,
és azért, mert nem voltak hajlandók fegyvert fogni embertársaikra. 1945. márciusában történtek ezek a kivégzések, amikor a II. Világháború vége már nagyon-nagyon közel volt. Ám mégis úgy érezzük, hogy nem szabad elfeledkeznünk az emlékükről, mert azt tanítják a példájukkal nekünk, hogy van fontosabb a puszta emberi létnél, az Istennel való kapcsolat. És amikor a Biblia azt parancsolja a keresztényeknek, hogy szeressék az embertársaikat, akkor azt nem csak a békeidőben, hanem a nehéz, háborúval sújtott időkre is érvényesnek tekinti. Jehova tanúi úgy gondolják, hogy megtartani a hitet, kitartani a fogadalmuk mellett nem csak a napsütéses, nyugodt, békés napokban kell, hanem akkor is, amikor nehézségek vannak. Mert ez az igazi Isten tisztelet. A náci diktatúra alatt nem csupán a zsidókat üldözték, hanem számtalan társadalmi csoportot. Van, akit nemzetiségi hovatartozása okán, van, akit pedig hitbeli hovatartozása okán meggyőződéséért. Fontos, hogy itt a Holokauszt Emlékközpontban minden a náci rezsim által üldözött honfitársunknak legyen emlékhelye, ahol emlékezni tudnak rá egykori rokonok, ismerősök, vagy azok, akik tovább viszik azt a meggyőződést, hitet, amiért az életüket áldozták. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a fajta, a Holokauszt Emlékközpontnak ez a fajta funkció bővülése megindulhatott, hogy immáron Jehova tanúinak, akik szintén az üldözöttek közé tartoztak, legyen egy emlékhelye, és éppen ezért a kormányzat az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben a Holokauszt Emlékközpont kiállításának megújítására 100 millió forintos támogatást nyújtott, hogy a legújabb és legmodernebb történetkutatási eredményeket prezentálva a fiatalokat is megszólító technikai kivitellel valósuljon meg egy olyan emlékhely, ami mindenkit ide vonz, megismertetni, milyen egy igazi totalitárius rendszer. A Demeterház apartmanjai a gyógyuló gyermekek szüleinek és családtagjainak biztosít elhelyezést a Szent István Kórház területén. A transzplantációk növekvő száma miatt azonban ennek bővítése vált szükségessé. Évente 45-50 gyermeken végeznek életmentő beavatkozást a Szent László Kórház gyermekhematológiai és őssejtransplantációs osztályán. A csontvelő átültetést követő néhány hetes immunhiányos időszakot steril körülmények között elkülönítő boxban töltik a gyerekek, de ezt követően is gyakori orvosi ellenőrzésre van szükségük. Ezért a kórház területén lévő Déméter házba költöznek, ahol együtt lehetnek szüleikkel, ami erős lelki támaszt nyújt a gyógyulásukhoz. Most lehetőségünk nyílt a Déméter ház bővítésére, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, jelentős társadalmi összefogásra, anyagi támogatásra van szükség. Talán a legjobban a világon kórházba utálok jönni. Szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Önszántunkból nem megyünk kórházba, kivéve azok a csodálatos emberek, akik ezt a hivatást választották. Az én apám orvos, nagyon korán és sokszor találkoztam ezzel otthon a családban is, hogy mit jelent ez a hivatás.
és nem véletlenül nem választottam ezt, nem mindenkinek való. A jó hír az, hogy bármilyen nehéz is nekünk, akár még látogatóként is itt lenni, tudunk valamit tenni. Most például itt van egy gyönyörű épület, ami sajnos egyelőre csak gyönyörű, de nem szolgálja még azt a célt, amit szolgálnia kéne. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy ahogy én is legyőzöm a nehéz érzéseimet, úgy mindenki, akinek az a szerencsés helyzete van, hogy csak otthon ül a gép előtt, és csak mondjuk pénzt kell küldenie, vagy valamilyen más módon tud segíteni, az örüljön neki, hogy a történetnek ezen az oldalán áll. Úgyhogy mindenki segítsen annak érdekében, hogy a Déméter ház új formát nyerhessen. Színészként színpadon, filmen nagyon sokszor találkozok olyan karakterrel, akinek valamilyen betegsége, valamilyen súlyos problémája van. Szerencsés helyzetben vagyunk mi színészek, mert általában este 7 órakor elkezdünk küzdeni egy betegséggel, vagy egy nagyon-nagyon rossz dologgal, viszont vége van legalább 9:30-kor ennek a kálváriának, ennek a kanosszának. Hát én azt kívánom, hogy minél hamarabb legyen vége az itt lévő betegeknek, ennek a kanosszának, itt a Déméter házban. Ahogy tudok, megpróbálok segíteni, és arra kérem önöket is, hogy együtt mindannyian próbáljunk meg segíteni abban, hogy létrejöjjön a Déméter ház új szárnya. Mondjuk itt. Az alapvető jogok biztosaként törvényi kötelezettségem kiemelt figyelmet fordítani a gyermekek testi-lelki egészséghez fűződő jogához. Ebben a minőségben számtalant egészségügyi, szociális és más gyermekjóléti intézményt látogattam végig, ezért tiszta szívemmel mondhatom, hogy az épület, amely itt, ha elkészül, az nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a beteg gyermekek meggyógyuljanak, és egy halálos korölelő karjából újra egészséges, teljes életet élhessenek. Kérem, támogassák a Déméter Alapítványt! Én olyan helyen dolgozom, ahol nagyon sok gyerek és szülő jár, és másfelől pedig magam is neveltem gyereket, vagy 30 éven keresztül hol ilyet, hol olyat, és tudom, hogy egy szülőnek annál nagyobb bánata nem lehet, mint hogyha a gyerekének valami baja van. És amikor kórházba kerül, akkor a gyerek számára a szülő közelsége az egyszerűen életfontosságú. Ez a csodálatos munka, ami itt folyik a László kórházban, úgy lenne teljes, hogyha ez az egész új apartman szárny végre elkészülhetne. Az összes emberi jogi dokumentum, a magyar alkotmány és az alkotmánybíróság gyakorlata is az emberi jogok hierarchiájának csúcsára helyezte az élethez és emberi méltósághoz való jogot. Ebben a sorrendben, hiszen emberi méltósága csak az élő embernek lehet. Ezért a legmagasabb rendű jogvédő munka az az életvédelem. És maximális tisztelet és támogatás illeti meg azokat, akik az életért küzdenek nap mint nap. Orvosok, ápolók, a szülők, esetleg az a testvér, aki donorként őssejtet adományoz a testvérének. Ezzel a háttérrel a Déméter ház, az alapítvány is, és az az épület is, amelyben most állunk, méltó arra, hogy megkapja azt a maximális támogatást, amiből bővülhet, és kiterjesztheti azt a tevékenységet, amit eddig is végzett. Sokszor kérdezik a humoristát, hogy mivel nem szabad viccelni, az egyik ilyen talán a betegség. Hogyha már nem viccelhetünk vele, akkor segítsünk. Ez itt, ahol állunk, a Déméter ház lehetne, hogyha önök is hozzájárulnának. Mi is a Déméter ház? Egy olyan apartman komplexum, ahol a csontvelő átültetésen átesett gyerekek lábadozás időszakában együtt lehetnek szüleikkel. Segítsenek, hogy ez létrejöhessen.
Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a 1096 Budapest Haller utca 27-es posta címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobil számunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva!